Európáért énekelünk, Európáért és egyben a demokráciáért. Nem szabad látszat előnyökért fölhagyni ezt a nagyszerű eszmét. Azt hiszem, hogy ez, ami most Európával történik, ami Európa szétesésének a bevezetése lehet, hogy ez felülír minden. A brit himnusz az nem volt mindig brit himnusz, mert a brit himnusz volt német himnusz is a 19. században, és a jelenlegi német himnusz az magyar, osztrák, magyar himnusz is volt, tehát akkor most jön a God Save the Queen. Egy, két, há! Ez se segít, akkor semmi se segít. EU szétesésének a megakadályozása az a generációnak egy nagyon-nagyon fontos feladata, történelmi feladata. Az nem bocsánatos bűn, amikor az EU-t rövidtávú érdekek, választási kilátások miatt bűnbakként állítják be, és a tudatlanoknak szidják. A Joe Cox munkáspárti képviselőt megölték azok, akik felhergelték, és a legnagyobb veszélynek Európát állították be. De én arról akarok beszélni, hogy hogy reagált erre a Leave Britain pártnak az egyik legfontosabb képviselője, a konzervatív párt volt elnöke, kilépett. Arra hivatkozik, azt mondják, hogy a kontrollálatlan bevándorlás az a terrorizmust fogja erősíteni. Nem mindenki terrorista, de sokan a terroristák. Ez az a mondás volt, ahol azt érezte, hogy ez már túlmegy minden határon. Nem kell itten párhuzamokat vonni a mai magyar helyzethez, de hányan vannak a vezető politikusok között, akik így reagálnának, mint ez a Barzi asszony. Én tudom azt, hogy a menekültek való riogatás, az milyen könnyen elfajul. De az, hogy itt könnyen az újraválasztás, vagy a valamilyen más politikai célok elérése miatt ezt felfújni, és a tudatlan embereket hergelni, ez olyan szellemeket ereszthet ki a palackból, amit nem lehet visszagyömöszölni. Nagyon-nagyon remélem azt, hogy Magyarországon kicsit az emberek elgondolkoznak ezután, a felelős emberek is. Tisztességes ember nem megy el szavazni, ez a kényszer betelepítés, ez nincs. Arról van szó, hogy hangulatot csinálni a külföldiek ellen, hogy aztán azt fel lehessen használni. Én nagyon kérem azokat, hogy akik tisztességesnek érzik magukat, a vezetők közül próbálják megtenni, hogy ezt a referendumot ne tartsák meg, mint okafogyottak. Yeah.